Üdvözlet! Végre. Itt fogunk megszállni. Nekem nem jön be ez a stílus. Persze, hogy nem jön be, hiszen ízléses. Szomjan halok! Ó! Egy rész! Nem kéne előbb szállást kérni? Bízzátok csak rám. Adjon Istenet, fogadós! Fáradt kalandorok vagyunk. Ételt és szállást keresünk. Természetesen, van is egy ágyam meleg pokróccal. Összesen 5 arany és 10 ezüst lesz. Egy pillanat. Jól van, emberek? Kinél mennyi pénz van? Nálam 15 ezüst van. Szerzetes tekercs is számít? Ha lenne, sem adnék. Szóval, hogy is fogalmazzak, nincs nálunk ennyi pénz. Akkor sajnos nem tudok segíteni. Amit a társam mondani akart, hogy igazán megtiszteltetésnek vehetné, hogy itt akarunk megszállni. Nincs pénz, nincs szállás. Hali. Nincs pénz, nincs szállás. Na ide figyeljen maga, töpörödött kis fogatlan. Nincs pénz, nincs szállás. Hogy az a... Csak kerüljön a kezem közé, megszabadítom a maradék fogától is. Feltéve, ha fogadós kedvében lesz, érted? Magas sarkú. Kérlek, próbálj megnyugodni. Végy nagy levegőt. A kis szerzetes mantráiddal nem jutunk előbbre. Mert a fogadó szétverésével igen. Jól van, nyugodjunk meg. Biztosan találunk valami megoldást. Hé, srácok, ezt nézzétek! Biztos, hogy jó irányba megyünk? Persze. Még szerencsé, hogy mellékeltek egy térképet is a hirdetéshez. Meg egy rajzot a szörnyről. Ezek szerint a bogárnak szarva van, fura haja és lobbanékony természete. Mintha ismernénk ilyet. Na, ide figyelj! Hallottátok ezt? Csodát. Erre! Szóval, íme a terv. Médiel, látod azokat a köveket? Használd rajtuk a mágiádat is.
Gyere, bogárkám! Botlovak vedd le szemednek kendőics világtalan tekintetet fényevetőjön a halandóra. Gyógyítsd meg sebeit, hozd vissza.